gyilkos kezek gyöntötték a sírba, fizesd meg Istenünk, nehogy ezt annyiba. Tehát anya, apa és fia. Bár a kommunizmus idején lekapartatták az 1919-es áldozatok sírfeliratát, többen nem tettek eleget a kérésnek, így néhány síron ma is olvasható, hogy az ott nyugvók a vérengzés áldozatai voltak. Gábor Ferenc köröstárkányi születésű nyugalmazott bányász másfél évtizeddel ezelőtt határozta el, hogy papírra veti mind a magyar falu történetét, szokásait, ma is élő hagyományait, mind pedig az 1919-es húsvéti rablógyilkosságok krónikáját. A Tárkány nem csak a körös, fekete-körös völgyének a mintafaluja, hanem szinte egész Partium, illetve Erdély mintafaluja. Ugyanis olyan értékeket mentett át a múltból, amik most is élnek, úgy a szokásokban, különböző egymáshoz való viszonyulásban, emberek egymáshoz való viszonyulásában, közösség kapcsolataiban. Hála Istennek olyan értékek maradtak fent, amik most is meghatározzák a közösség életét. Nem volt könnyű dolga, sokan a tárkányiak közül ma sem beszélnek szívesen a 94 évvel ezelőtt történtekről. Életem viharának emlékére című könyvét az egykor közkatona nagyapja visszaemlékezései alapján írta meg. A lebilincselő stílusú irodalmi művet lapozgatva az olvasó falubeliként, családtaként éli meg a történteket. Sajnos már elhalnak azok az emberek, akik erről tudnak. És akkor ez egy hiánypótló, ami nagyon-nagyon szükség az ifjúság számára, hogy ne felejtsünk, bocsássunk meg, megbocsájtani lehet, de felejteni sose. A szerző kötetbe foglalta Köröstárkány monográfiáját is. Az Egy falu, melynek nem látni mását című kötet a település történetén és gazdasági életén túl azt a különleges geopolitikai helyzetet is ismerteti, amely jellegzetes identitást ad ma is a falunak. A Fekete-Körös völgyének 132 települése közül Tárkány az egyedüli magyar. Az 1919-es húsvéti vérengzés után 204 árva maradt a településen, akiket összefogva nevelt fel a falu közössége. Számunkra mindig példaértékű az ő viselkedésük. Mikor rájuk emlékezünk, nem csak a bánat, nem csak a gyász önti el a lelkünket, hanem a büszkeség is. Mert nem mindenkinek voltak ilyen elődei, akik ellenálltak a román bevonulásnak, akik újjáépítettek egy halálra ítélt közösség, mások által halálra ítélt közösséget. Ők voltak azok, és büszkék vagyunk rájuk. A magyar történelemírásnak feladata, hogy ezeket a konfliktus helyzeteket ismertesse. Még ma is merészségnek számít, hogy egy ilyen mészárlást felelevenítünk, hangsúlyozta Freisz János történész a kötetek bemutatóján. Elhelyezi a történések keretében azt a momentumot, amely hát a legtragikusabb volt, hisz ismeretes, hogy 91-en haltak meg ebben a mészárlásban, és hát ha összehasonlítjuk, hogy milyen nagy ez a szám, akkor gondoljunk arra, hogy a két világháborúban a falunak a vesztesége 54 személy volt. Mivel kevés a régészeti anyag és a kisebb falvakról ritkábbak a levéltári források is, kiemelten fontosak a személyes visszaemlékezésen alapuló kötetek. Nagyon sok mindent meg lehet belőle tudni, hogy hogy éltek az emberek, és ma is hogyan élnek, mert nagyon sok minden megmaradt a mai kor számára is. Mivel hogy most is ezeket a ruhákat, mint ahogy látszik rajtam, is viseljük, büszkén viseljük őket. A beszédünkön észrevehető tájszólás. A kötetek megjelentetésében családja segítette a szerzőt. Mindösszefogtunk, eladtunk egy szál földet, azért, hogy úgy tudjuk hallatni a könyvírással, vagy tudja kiadni ezeket a könyvöket. Kritikusan olvasom el, amit mond, hogy megkérdezi a véleményemet, akkor igazán őszintén, nem sejem szallaggal átkötve mondom meg neki, hogy a reálisan jusson az olvasók elébe is az, nem csak egy idealisztikus kép jusson az emberek elébe. A tanulság, amely mindkét kötetből levonható, az egész magyar nemzetre vonatkozik. A tárkányiak a történelem során végig helytáltak, a rablógyilkosságok ellenére az életet továbbvitték és megtartották magyarságukat.